Kezicsókolom. Szép estét, szervusztok, kedves Facebook lakókönyv barátok és kedves követőim. Bizonyára sokan hallottátok már az előző két fejezetet Bohumil Hrabal Bambini de Praga című regényéből, amit éppen most olvasok hangosan nektek és kicsit magamnak is. Azért is választottam így elsőre ezt a Hrabal könyvet, mert külön önmagukban is élvezhetők a fejezetek, amiket erről a négy prágai biztosítási kalandorról ír. Most éppen a harmadik fejezet következik, és remélem ezt is ugyanúgy élvezni fogjátok, mint az előző kettőt, tartsatok velem. Szóval, Bohumil Hrabal Bambini de Praga, harmadik fejezet. A láncos körhinta a velencei éj legszélén állt. Mélyéből Ariston rikoltozott a világ négy tája felé őrjöngő muzsikát, a manimfák és najádok képeihez illőt, melyek a körhinta tábláit ékesítették. Felső pereme színes villanykörtékkel volt kirakva, és amikor a körhinta felgyorsult, az ülőkék kirepültek a folyó fölé, és aki kihajolt az ülésből, megpillanthatta, hogyan kavarják fel a körhinta tartórúdjai és dúcai a víz mélyét, melyben egy lábakból, arcokból, meg láncokból álló kör forgott, mivel a vizek mellett minden megkétszereződik. Viktor Tuma ügynök úr elkapta a vízirózsás lányt, maga mögé penderítette, és a láncaik egymásra tekerettek. Aztán egy erőteljes mozdulattal kilódította a lányt messze az éjszaka kéklő homályaiba. Ám az ülőke ismét visszatért, a lány hátrafordult, kinyújtotta a kezét. Viktor úr viszont előrehajolva nyújtogatta a karját. Még egy kicsit, és az ujjaik végül egymásba fonódtak, és az ügynök magához húzta a lányt, egy erőteljes mozdulattal maga mögé rántotta, egy kis ideig fogva tartotta, így, és gyöngéd szavakat suttogott a fülébe, aztán újra kilódította az űrbe egészen addig, amíg a centrifugális erő meg a körhinta láncai engedték, miközben ő jóformán egy helyben maradt. És ebben a pillanatban ütközött bele az akkori segély vezetője, aki a mögötte lévő ülésben repült, és mielőtt kihajíthatta volna Viktort a térbe, odasúgta, ezt a kislányt el kell kapnod. És Viktor egy jókora rúgástól a magasba emelkedve behújta a szemét. Aztán csengetett a körhinta tulajdonos, az indítókart beállította a legnagyobb sebességbe, és az ülőkék meg a láncocskák még magasabbra szálltak az összetaposott rét fölé, és az utasok a színes villanykörték és az éjszaka kéklő homálya közötti határ peremén úgy forogtak, mint egy óriási golyós csapágy. A vízirózsás lány rémüldözött. Mi lenne, ha leszakadna az ülőke? Vajon milyen messzire repülne vele? Talán egészen a folyó közepébe, és akkor pozdoljává törne a vízben tükröződő hold. Az is lehet azonban, hogy egyenesen a komp kellős közepébe zuhanna, mert színes lampionokkal és a tamburás együtt a zenéjével úszik csöndesen a vízen. És akkor a komp bizonyára átszakadna, és a lampionok halkan elaludnának. De mi lenne, ha az ülőke a folyó felett szakadna levele, és a röpítőerő a partra dobná őt egyenesen a cukorkás bódék ponyvasátraiba? Vagy mi lenne, ha elrepülne egészen a lövölde bádok figurái közé, és ott minden rejtett rugó egyszerűen találatot jelezne tőle? Vagy ha láncostul együtt úgy érne földet, hogy feldönteni azt a bódét ott, azzal a fehér köpenyes emberrel együtt, aki egy pálcikára rózsaszínű cukros vattát gombolít. Vagy talán még annál is messzebbre repülne? Oda, azokba a teknőkbe, amelyekben a sörös és szódás üvegeket hűti. A körhinta tulajdonosa azonban csengetett minden lehetőségeknek, csökkentette a sebességet, és a láncok lassan összecsukódtak, mint amikor lassan lehúznak egy nyitott esernyőt. Aztán a cipőtalpak súrolódtak a deszkapadlóhoz, és a körhinta megállt. Szédülök, mondta a lány. Az ellen egy pohár itók a legjobb, hívta meg a direktor úr. És amikor már ott álltak a söntés ponyvája alatt, és az édes likőrt szopogatták, a direktor úr megkérdezte. Nos, hogy megy a bolt? Rosszul. Nem nagyon kell ez az embereknek, felelte a lány. Hínje! Átkozott szúnyogok, hessen tett a kezével a direktor úr, és a kömény pálinkát tonda képviselő úr képébe lötyintette.
Bocsánat, szabadkozott a direktor úr, és kibontotta a lány hátizsákját, és úgy röhögött közben, hogy a könnyei potyogtak. Aztán kihúzott egy fehér selyempapírba csomagolt művízi rózsát. Hülye viccei vannak, szitta Tonda úr a direktort, és a ragadós likőr törögette a szeméről. Nos, kedves izé, Ursula Krasenská hajolt meg a lány, és elpirult. Nos, kedves Ursula kisasszony, ilyen gyönyörű portéka, és maga azt állítja, hogy nem kelendő? Azt hiszem, nem értek hozzá, pirult el még jobban a lány. És mi az ára ennek a példánynak? 25 korona, felelte és lerakta az üres pohárkát. Főnök úr, rendelkezett a direktor, még egy rundot. És ön mivel kereskedik? Kérdezte a lány. Én meg a barátaim boldog jövendőt árulunk az embereknek, mondta a direktor úr. Szóval horoszkópokkal, nevetett a lány. Nem. Találja ki. Akkor hát röpimákat árul, vagy talán tenyérből jósol. Egyiket sem. Majd itt a Viktor úr megmondja magának, szólt a direktor úr, és egy pohárka kömény pálinkát nyújtott át a lánynak. Ursulka kisasszony, mi illúziókat árulunk az embereknek. Nyugdíjat. Az iparosok kapnak egy papírt, ők viszont a papírért pénzt adnak nekünk. És ha elhiszik, hogy az, amit mondtunk nekik igaz, akkor boldog jövőjük van, magyarázta Viktor úr, és mélyen a vízirózsás lány szemébe nézett. Maga reményt árul? Kérdezte a lány. Igen, bólintott Viktor úr. Akár csak Krisztus urunk, amikor kereskedelmi ügynök korában felkereste a klienseket a Genezáreti tó környékén. Hit, remény, szeretett cikkel. Hát mi is pontosan úgy, de tudja mit? Jöjjön inkább, sétáljunk egyet a velencei éjében. Szép foglalkozásuk van, mondta a lány. Igen, szép, hagyta rá a direktor úr. És fogta a művízi rózsát, és áttörte magát a hullámzó tömegen, és közben kiáltozott. Íme a legfrissebb párizsi újdonság az ön asztalára. Művízi rózsa, mely dísze lesz otthonának. Rendkívüli alkalom, kiabálta, és szemével felmérte a különböző embertípusokat. Égtelen hülye viccei vannak ennek, ami főnökünknek, dühöngött Tonda úr, és az ujjait szagolgatta. Bűzlök a köménytől. Ó, milyen szép az ott, fordult Viktorhoz a lány, és ujjával egy kis sátorra mutatott. A sátor előtt egy férfi állt, és egy dobozból gumikesztyűhöz hasonló összelapult holmikat szedett elő. Ráerősítette őket egy oxigénpalackra, megforgatott egy kis kereket, és az ujjai alól egy gyönyörű, színes léggömb nőtt ki. Aztán néhány gyors mozdulat, és a léggömb már fel is szállt, egészen olyan magasra, ameddig a láthatatlan zsineg engedte. És a gyerekek csak úgy vitték a színes léggömböket, és boldogan mosolyogtak. Az árus pedig egyre újabb és újabb léggömböket gyártott az acetilén lámpa alatt. A főnök úr odalépett hozzájuk, egy asszonyt vezetett kézen fogva, és így kiáltott. Ursulka, ez a hölgy itt két vízirózsát kér! És kibontotta a hátizsákot, és kivett belőle két művirágot, beletette a kövér nő táskájába, de az asszony védekezett. Talán elég volna egy is, nem? Kettő, kell, hangoskodott a direktor úr. Ez ugyan olyan, mintha egy helyet két kutyakölyköt venne. Jobb a kettő, akkor ugyanis jobban zabálnak. 50 koronát kapok. Az asszony kihúzta a pénztárcát, a keze remegett, és a direktor úr rácsapott. Bocsánat, asszonyom, vette el tőle a pénztárcát, és kiszedett belőle 50 koronát, átadta Ursulának, a tárcát pedig visszadugta az asszony zsebébe. Aztán levette a hátizsákot a lány hátáról, egy vízirózsát a kezébe vett, áttörte magát a nézőkön, és nagy hangon kiabált. Vegyék a legfrissebb bécsi újdonságot! Művízi rózsa! Itt a művízi rózsa! A gyakorlatilag megsemmisíthetetlen művirág, melyet fürözthet, moshat, s így mindig friss és üde marad. Én is szeretnék egyet, mondta a lány. Mit? Vízi rózsát? Kérdezte a Tonda úr. Nem, egy olyan léggömböt. Milyen színűt szeretnek? Kérdezte Viktor úr. Zöldet. A remény színe, jegyezte meg Viktor úr. És Tonda úr benyúlt a zsebébe, és elindult a léggömbök felé, melyeket boldog gyerekek hordtak szét, és vett egy zöld léggömböt. És amikor már a zsinegen vezette, és könnyedén himbálózott vele, egyszerre csak megdermett. A halántékán egy kis kőütését érezte. Megállt, érezte, hogy kibudjant a véres, látta, mint a velencei éj félhomályában két kölyök besurran a folyóparti füzesbe. A léggömbáros odaszólt. Állandóan ezt csinálják ezek a gazemberek. Abban lelik örömüket, hogy csúzlival szétlövik a kisrácok léggömbjait.
Magát meg jól fejen találták, mi? Még jó, hogy a szemem nem verték ki, mondta Tonda úr, és zsebkendőjét a kőütötte sebre nyomta. Aztán átnyújtotta a léggömböt a vízirózsás lánynak, és Viktor úr belekarolt a lányba, és elindult vele a hintákhoz, ahol az egyik hintában két nő olyan vadul hintázott, hogy a tulajdonos rájuk kiabált. Hó, ha hó, és meghúzta a féket, és a padlóból forgácsok röppentek fel. Csak hogy a két nő olyan erős volt, hogy még így is egészen vízszintes berepültek, mint két lobogó zászló. Az egyik lökte és hajtotta a hajót, először lefelé, majd fölfelé, és addig a másik kiegyenesedve csak vitette magát, és hagyta, hogy fellökjék az égig, míg csak fejével el nem érte a kék mennyboltot. Akkor a két nő mozdulatai felcserélődtek, a hajócska visszalendült az ellenkező irányba, és most az első nő emelkedett egyenes testtartással az égbe, és fejével eltakart néhány csillagot. És a két nő kibontott haja előre s hátra csapkodott szüntelen váltakozással, és így hajuk lángnyalábja egyszer mögöttük, egyszer meg arcukat rejtve hullámzott. És a direktor úr odajött hozzájuk, már messziről mutogatta az üres hátizsákot, és teli szájjal földi mogyorót ropogtatott. A kislány várlára fűzte a hátszíjakat, és átadta neki a pénzt. És ujjai között a földi mogyorót tördelte, és héját Tonda felöltőjének a zsebébe dugdosta, aztán egyszerre csak felkacagott, Tonda arcába dobta a morzsákat, belekarolt, és elvezette egy sátorhoz, amely fölött hatalmas korong világított, cikkelyei az összes alapszínnel voltak kipingálva, és fölötte színes felirat világított. Szivárvány. És mindez alatt egy fiatal szőkeség harsogta. Hölgyeim, mi a szivárvány színtelenítő? Nélkülözhetetlen segítség a háztartásban is. Ujjai között egy kis csomag színtelenítőt tartott és rázogatta. Magának egyik ötlete hülyebb, mint a másik, mondta Tonda, és az összevérzett zsebkendővel kiszedett egy mogyoró darabkát a szeméből. Nesze egy kis flastrom rá, mondta elégedetten a direktor, és Tonda zsebébe csúsztatott egy százast. Aztán szétnézett a velencei éjben. A víz fölött levegő holdra pillantott, mely arpeggio jelet rajzolt a víztükörre, és azt mondta. Imádom az ilyen éjszakákat. Felséges érzés az, barátom, hogy élek, hogy a világon vagyok. És a lány, aki az asztalkánál azt magyarázta, hogyan kell használni a szivárvány színtelenítőt, most felemelte a hangját. Drága hölgyeim, természetesen vannak olyan foltok, amelyek nem távolíthatók el az anyag megsértése nélkül. Köszönöm, uram, hajolt meg a vízirózsás lány, és a zöld léggömb közben hozzásimult az arcához. Én egy hét alatt sem adtam volna el őket. Hogy csinálja ezt? És a direktor úr magyarázni kezdte. Ehhez érteni kell. Kolinban beperelt 20 szabó, hogy ők jóformán hipnózisban írták alá a jelentkezési ívet az akkori segélybe. Szót kértem, és úgy megvédtem magam, hogy mind a 20 szabó visszavonta a keresetét, és a folyosón még megfőztem két ülnököt is, meg egy szakértőt. Egyáltalán, amikor az ember még csak a kilincset fogja, már akkor keményen eltökéltnek kell lennie is, erősen összpontosítania kell. Amikor pedig belép a klienshez, egyetlen csapással kell leteríteni, mint egy tigris. A lehető legrövidebb úton alkalmazni rajta a pszichikai nyomást, hogy aláírja a jelentkezési ívet és fizesse. Valóban úgy, mintha hipnotizálva volna. Csak semmi dialógus, monológ, így beszélt a direktor úr, és el volt telve saját magával, és a vízirózsás lány meghajolt előtte, és elment Viktorral a lövöldéhez. A szőke nő a nagy korongra mutatott a színes cikkelyekkel, és felkiáltott. Persze, ha nincs lehetőségük arra, hogy a fehér neműt a zöld pázsiton fehérítsék, akkor használják bizalommal a mi házi fehérítőnket, a szivárvány márkájú színtelenítőt. Természetesen, mint már mondottam, akadnak olyan foltok, amelyek nem távolíthatók el az anyag megsértése nélkül. Kisasszony, szakította meg a direktor úr. Az én lelkemen olyan foltok száradnak, amelyeket nem lehet csak úgy kipucolni. Mit csináljak velük? Azokra a mi szivárványmárkájú színtelenítőn kevés? A legjobb, ha bicskával megy rájuk, felelte a szőke. Csak hogy arra rámehetek én is. Ahogy így elnézem magát, nem lenne nagy kár magáért, nevetett a lány. Hogy érti ezt? A pap sem beszél kétszer, felelte még mindig nevetve, és elvette a pénzeket, és az emberek vitték a kis színtelenítő csomagokat. És a szőke lány sóvárgón a távolba nézett.
ahol lágyan szólt a mandolin, ahol kivilágított kompusz ott a folyón, és most eltűnt a fűzfabokrok mögött. Egyeseknek de jól megy, sóhajtott fel. Miért, mit szeretne csinálni, kérdezte a direktor úr. Utazni a folyón. Ezennel meghívom. De ki adja akkor el ezeket? A szállodában kellett volna előadást tartanom, mi a szivárvány címmel, de beleköpött a dologba ez a velencei éj. Így aztán itt pakoltam ki. Jól tette. Látszik, hogy prágai lány. De mondja csak, mennyibe kerül ez az egész? 200? 300? 400? Kérdezte a direktor, és kezét a far zsebébe sülyeztette. 400, felelte a lány. Tessék, itt van, de most aztán összecsomagoljuk az egészet, és hajdi a vízre, megmártogatni a kezünket a holdfényes vízben, kiáltott fel a direktor úr. Kezét egy romantikus mozdulattal kinyújtotta a hold felé. Amikor azonban az emberekre nézett, hirtelen összegörnyedt, és gyorsan elbújt a szivárvány reklámtáblája mögé. Tonda, könyörgök, ments meg! Itt van egy kliensem, aki megőrült, suttogta, és összekulcsolta a kezét. Na és mit csináljak én vele? Kérdezte Tonda. Vidd el innen valahova, ne ereszd szem elől, pazarul megjutalmazlak, pazarul! Egy hóri horgas ember közeledett feléjük, határozott mozdulatokkal tört utat a velencei éj látogatói között, és merev tekintettel vizsgálgatta az arcukat. Mit keres, uram, ha szabad kérdenem, szólította meg Tonda Uhde úr. Állítólag itt van, kiáltott fel a férfi. Egy biztosítási ügynök, Krahuliknak hívják, és biztosítást kötött velem. Én meg utána rohantam az állomásra, letérdeltem a vagon előtt, könyörögve, hogy adja vissza a pénzemet, de ő csak elnézett fölöttem az ablakban, és azt mondta, hogy már késő, hogy a biztosítótól már nem lehet kilépni, és hogy ez éppen olyan lehetetlen, mint ahogy a felszentelt pap se léphet ki a katolikus egyházból. És a vonat közben elindult, és én futottam mellette, és az öklömmel döngettem, és doboltam a vagon falán, hogy adja vissza a gubámat. Beteg lett éppen a feleségem. Ó, hát ebből igazán ne csináljon magának gondot, mondta meggyőzően Tonda úr. Az az ember így vagy úgy, de biztos, hogy a börtönben végzi. Igen, ez megnyugtat, barátom, hiszen minden nap éjfélig kellene borotválnom, hogy összeborotváljam a nyugdíjra valót. A franc essen abba a boldog jövőbe. Mérget keverni az ételébe? Ugyan, dehogy, ellenkezett Tonda úr. Egy ilyen gazembernek az meg se kottyan, tudhatja maga is. Minél nagyobb dög, annál többet bír ki, mondta, és a szőkerő nőre nézett, aki összecsukta az asztalkát, és a szivárvány márkájú szintelenítő csomagjaival együtt egy kis bőrönbe rakta. Ha én egyszer elkapom, kiáltott fel az ember, hát egy akkorát verek a kobakjára. És egy kicsit távolabbra mutatott, ahol egy sátor állt, és a sátorban ifjú legények próbálgatták az erejüket, és egy buzogánnyal egy kárpitozott tönköt püföltek, mely az ütés erejét egy szerkezettel átvitte a villanykörtével kivilágított fokmérőre. Az ifjú legények azonban rendre csalódottan eloldalogtak, majd újra visszatértek és megrázták a készüléket. A tulajdonos azonban félretolta őket a pocakjával. És a borbé néhány ugrással már ott is állt a készülék előtt, és felragadta a buzogányt. Az egyik legény jóságosan rászólt. Bátyuskám, inkább rózsafüzért vegyen a kezébe. A borbé azonban lecsapott a buzogánnyal, és a készülék csengetni kezdett, és az ifjú legények, akik már elmenőben voltak, most megfordultak, visszajöttek és szörnyűködtek. Tapogatták a borbé izmait, lábújhegyre álltak, leolvasták a fokmérőről a maximumot, a tulajdonos pedig kiválasztott egy rózsaszínű babát, és átnyújtotta a borbénak, mint a győztesnek járó jutalmat. A kitűzött cél csökkenti a fáradtságot, kiáltott fel a borbé. Ekkorát húznék annak a fickónak a koponyájára, és úgy tépném ketté, mint egy kígyót. Azzal megragadta a lábánál fogva a babát, és olyan vadul tépte ketté, hogy az akójáról minden gomb lerepült. És rohant egyenesen a lövöldéhez, és egy töltött légpuskát kért. Lőtt már valaha? Kérdezte a lövölde tulajdonos nője. Soha! Kiáltotta a borbé. De hol vannak olyan figurái, amelyek valami gyilkosságot ábrázolnak? Ide parancsoljon, mutatott a tulajdonosnő egy célpontra. Az orvadász rálő az erdészre. És a borbé célzott, meghúzta a ravaszt, és a bádog erdész elbukott. Mellette Viktor átkarolta a vízirózsás lányt, hátulról erősen hozzányomakodott és oktatta.
Egy vonalban kell lennie az úgynevezett lénynek, látja, és annak a célpontnak, tudja? Nem tudom, suttogta a lány. Ígyni, öletelt Viktor, és állát a fejéhez nyomta, mi csak hozzá nem ért a hűvös vashoz. Így, suttogta. De maga olyan gyönyörű, Ursulka, olyan gyönyörű, hogy majd kiugrik tőle a szívem. Hallja, milyen erős ember? Hallom, de maga csak csúfot űz velem, és ránézett, és arcát az arcához simította. A tulajdonosnő átnyújtott egy újabb töltött puskát, és mutatta. És ez itt kérném, egy szarvas tehén. És a borbé csak az állához kapta a légpuskát, meghúzta a ravaszt, és a szökellő szarvas lehanyatlott. Ha találkozom vele, így végzi, mondta Borbé. Nem is csodálkoznék rajta, jegyezte meg Tonda úr. Viktor úr súgva kérdezte. Hol alszik ma éjjel, Ursulka? Az állomáson. De hát ott nincsen szálloda. A váróteremben. Én mindig a várótermekben alszom. A forgalmista úr megígérte, hogy ma nála alhatok a pénztárban, és hogy a fejem alá majd a pénztárkönyvet adja, és a szolgálati köpenyével takar be. Milyen aranyos kis gödröcskéi vannak, suttogta Viktor úr, és még mindig átölelve tartotta, és még mindig mindketten a légpuskát szorongatták, és a pult zöld posztójára könyököltek. Maga csak ugrat? Nem, nem. Miért is mondanám, ha nem volna igaz? Súgta. Itt pedig kérném, két férfi fát fűrészel, mutatta a tulajdonosnő. A borbé megragadta a légpuskát, csípőből lőtt, és a két férfi szaggatott mozdulatokkal fűrészelni kezdett egy hasábot. Hát, ezzel megvolnánk, újjongott a borbé. Nem gyors halált neki, hanem alaposan meggyötörni, lassacskán ketté fűrészelni, és minél jobban üvöltene ő, annál jobban újjongana az én lelkem. Erre befizetnék én is, mondta Tonda úr. Ha nem, mester, jöjjön egy kicsit lecsillapodni. Bejárjuk a velencei éjszakát, jó? Viktor susogott. Jöjjön velem, együtt fogunk aludni. És szeret maga engem? Igen, szeretem, mivel a szerelem a közvetítő ég és föld között. Ez gyönyörű, hiszen miért mondaná, ha nem volna igaz? Hát nem, nevetett fel a lány, és kiperdült az ölelésből. Viktor úr pedig felemelte a légpuskát, szemügyre vette az összes bádog figurát, aztán megcélozta a fenyőfácskán átugró szarvas tehenet, meghúzta a ravaszt, és a piros célponton eltalált szarvas lehanyatlott. A vízirózsás lány a zöld léggömzsinegét húzigálta, félkarral átölelte a támasztorúdat, és elnézett a folyó felé, ahol most a part mellett állt a lampionokkal teleaggatott komp. És látta, amint a direktor úr egy óriási korongot cipel, körcikkelyeiben minden alapszínnel. Látta, hogyan segíti a kompra a szőkenőt, és hogyan telepednek le a deszkára, és nézik a vizet. Látta, hogy Tonda úr, az, aki a zöld léggömböt vette neki, megérkezik a komphoz azzal a hibbant emberrel, és hogy amikor mindketten felugrottak már a kompra, valaki eltolta a parttól a kompot egy rúddal, és a tamburás együttes, mely a komp végében helyezkedett el, rázendített. A főnök úr elbújt a szivárvány színes korongja mögé, a szőkeség belelógatta kezét a hűs elembe. Mosolygott, és négy gyönyörű lány az ezüst tarajos elbánt pengette mandolinokon. Az öreg révész pedig egy hosszú rúddal tolta a kompot. A folyó közepén az utasok láthatták, hogy a vízben tótágastál az egész belencei éj, és még egy hajóhinta, meg még egy körhinta forogott a mélyben. És ha kihajoltak, azt is láthatták, hogy még egy lampionokkal teleaggatott komp úszik velük, mindenestül a fejére állítva. Mit csinálna azzal a pasival, kérdezte Tonda úr, ha úgy véletlenül beállítana magához és borotválást kérne? Előbb szépen beszappanoznám a képit, no de amikor a kezembe venném a beretvát, hát akkor aztán már a markom van volna, adnék neki boldog jövőt. Megfognám szépen a fülénél fogva és megkérdezném, na, hát mit csináljunk ezzel a fülecskével? És szép lassacskán elkezdeném levágicálni, és közben azt kiabálnám, hogy nyiszi, nyiszi, li, nyiszi, nyiszi, fülecske, üvöltötte a borbé, és Tonda ügynök úrra mutatta, hogyan metélné le azt a fülecskét a direktor úr fejéről. És a négy gyönyörű lány pengette az ezüst tarajos elbánt, és a komp mögött az örvénylő vízen a hold egy hosszú arpeggióval tükröződött.
Mit gondol? Kérdezte a szőke lánya direktor urat, aki a szivárvány reklámtáblája mögött kuksolt. Hogy hívnak engem? A direktor úr fejét a nő térdére fektette, mivel a komb fenekén térdelt, és odasúgta. Ha vörös hajú volna, és az orrán szeplők ragyognának, és hegedülne is, akkor Vandának hívnák. Hű, de idegesít az a borbély. Nagyjának hívnak, mondta a nő. Á, nagyjának. Az reményt jelent. Nagyesda. Szivárvány szintelenítő. De hát hogy fér ez mind össze, kérdezte suttogva a direktor úr. És mit csinálna vele aztán, firtatta Tonda úr. Akkor aztán megfognám azt az embert az orránál fogva, és belesuttognám abba a levágott fülébe. Na és mi legyen ezzel az orrocskával? Nyiszi, nyiszilit, nyiszi, nyiszit csinálunk vele, és olyan lassan nyesegetném lefele, mintha hegedülnék. Hát hogy, nem ittán birkákat is menjek nyírni, hogy összenyírjak valamit arra az én boldog jövőmre? És maga igazán képes lenne ilyesmire, kérdezte nagyja a borbélyt. De még mennyire? És ez még mind semmi, mert utána még szétrúgnám a sípcsontját. Nehogy megszökjön, és aztán még alaposan megkínozgatnám, kiáltott fel a borbély, és bizonságul a komp fenekére vert deszkába rúgott. Nyugi, nyugi, papa, intette az öreg révé. És a lampionok himbálózni kezdtek, a felkavart víztükör körei és hullámai fodrozódva távolodtak a komptól, és a hold szétfolyt egy hosszú vonalban. A direktor úr a komp fenekén térdelt, feje nagyja kisasszony térdén, kezében a szivárvány reklámtáblája. Az ember ezek után már nem is csodálkozhat azon, jegyezte meg nagyja, hogy a világon minden percre egy gyilkosság esik. Egy ilyen dögöt megölni, az nem elég, kiáltott fel a borbély. Gyötörni kell, megkínozni, megfaragni a micsodáját egy ceruza faragóval. Az egy kicsit talán fájdalmas lenne, nevetett föl nagyja. És szétrúgni egyik bordácskáját a másik után, beletaposni őket a mellébe, szépen beletördelni mind, és aztán hallgatni, hogyan halkul el benne az üvöltés. Az lenne az igazi, kéjelgett a borbély. Apuskám, ne rúgdod állandóan a kompot, igen? Intette az öreg révész. És végül a nyakacskájára tenném a borotvácskát, és megkérdezném, na és most mit csináljunk a nyakacskával? Kiáltotta a borbély féktelenül, és akkor csinálnék neki egy szép kis nyiszi-nyiszi-liti, nyiszi-nyiszit, és úgy vágnám el a torkát, hogy a feje hátra nyaklana, mint a koffer teteje, és levágnám végül teljesen, letenném a földre, és akkorát rúgnék bele, hogy repülne, mint odafönt a hold, üvöltött fel a borbély, és teljes erővel belerúgott a komp fenekére szegezett deszkába, és a deszka felszakadt, a folyó betört a kompba, felnyomta a deszkát, gejzírként bugyborékolva zúdult be, és a komp lassan süllyedni kezdett. Apuskám, mit csináltál? Kiáltott fel az öreg révész. És a komp pereme már elismerült a vízben. A lampionok már súrolták a vizet, de a lányok a térdig érő vízben is csak engedték tovább az ezüst tarajos elbánt, és a víz már a derekukig ért, de ők csak játszottak tovább rendületlenül. Néhány utas beugrott a vízbe, és a part felé úszott. És a lampionok sisteregtek és elaludtak. Néhány elszabadult, és most ott úszott a vízen. A lányok állukhoz emelték a hangszereiket, és csak játszottak tovább. A víz már mellükig ért, de ők a fejük fölé emelték a mandolinokat, és megpróbáltak így játszani tovább, ám a víz úgy ellepte őket, hogy hirtelen elveszítették lábuk alól a talajt. És csak ekkor hallgatott el a zene, és a lányok ott úsztak a vízben, gyöngéden lögdösték maguk előtt a hangszerüket, éppen úgy, mint ahogy a főnök úr úszva lögdöste maga előtt a szivárvány feliratú reklámtáblát. A borbély, aki Tonda ügynök úr mellett úszott, ordibált. És ha az a fickó, aki azzal a boldog jövővel jött nekem most itt úszna velem, hát így foly talán meg mi? És amikor már érezném, hogy ájuldozik, adnék neki egy szippantás levegőt, és aztán újra a víz alá nyomnám. Így ni? És mutatta, hogyan tartja a direktor urat a nyakánál fogva, és hogyan itatja. Előttük azonban az egyik szép tamburás lány úszott. Lögdöste maga előtt a mandolint, meg mögötte pedig úgy hullámzott hosszú cofja, mint egy kígyó. Aztán az elsüllyedt komp utasai közül az elsők már ki is gázoltak a sekély vízből, és az emberek kezet nyújtottak nekik a partról.
és a négy tamburás lány. Amikor már szilárd talajt értek, kiöntötték hangszerükből a vizet, és mivel a pengetőiket elvesztették, hát most az ujjaikkal verték a húrokat, és úgy jöttek kifelé a folyó sekély vizében a hold ezüstös fényétől kifaragva, és el nem titkolhatva gyönyörű mellüket, kemény hasukat, erős lábukat és gyönge bokájukat. És ugyanebben a pillanatban megkezdődött a tűzijáték. De az emberek a parton mégsem a rakétákat és a röppentyűket bámulták, amelyek ballisztikus pályájuk csúcsán millió darabra hullottak, és minden elképzelhető színben játszó szikrákkal a hűvös fűre hullottak, hanem a gyönyörű lányokat nézték, akik egysorba igazodva egy helyben meneteltek a sekély vízben, és bokájuk körül ezüstösen csillogó habot fröcsköltek a magasba. És a lányok érezték, hogy tömérdek szem nézi őket, de nekik nem volt szégyelnivalójuk. Csak még jobban kidüllesztették mellüket, mert a rátapadt blúzocska formázott ki. Ez az este legnagyobb száma, állapította meg az öreg vévész. Aztán a bokrok mögött felrobbantak a bengáli tüzek. A drogista, a tűzijáték rendezője a parton szaladgált fel alá és lelkendezett. Ezt én, mindezt én csináltam! A vöröshöz stronciumot, a zöldhöz báriumot, a rózsaszínűhöz kálciumot, a kékhez rezet, a sárgához pedig nátriumot használtam. Mindezt pedig el kell keverni káliumkloriddal meg kénnel. A tisztelendő úr, aki távcsövön átvizsgálta a gyönyörű lányok alakját, megjegyezte. Tudom, hogy maga egy materialista drogista, csak hogy barátocskáim, kiáltott fel a tisztelendő úr, és egy pillanatra sem vette le a szeméről a távcsövet. Csak hogy barátocskáim, a szépség nem Isten ellen való dolog. Ellenkezőleg. Ellenkezőleg. Rabál mester ide varázsolta nekünk a prágai velencei éjt, a kis wurstlit, az árusokat és a céllövöldét. Különösen nagy élvezettel olvasom újra, ugyanis én vidéki gyerek vagyok, hát már mennyire Balaton Lelle vagy Balaton Boglár vidék, és sokszor láttam ilyen céllövöldés wurstlit, és mindig nagyon szerettem. És különösen sokat próbálkoztam én is a céllövöldében a kicsit hajlított csövű légpuskákkal, de hát ugye ott ritkán talál az ember, nem úgy, mint a regényekben. De úgy látom, hogy ezt a rabát én eltaláltam, mert nagyon sokan írtatok nekem köszönetet, és nagyon örültök ennek a szerzőnek. De nem is hiszem, hogy sokan lennénk, akik nem szeretjük, hiszen olyan tündérien és olyan csodálatosan ír, hogy mindig örömmel olvasni, akár kétszer-háromszor is. Nagyon remélem, hogy jól vagytok, hogy vigyáztatok egymásra és magatokra, próbáltatok otthon maradni, ha lehet, vagy ha lehetett, vagy ha ki is mentetek valahová, akkor mindenképpen viseltetek szájmaszkot, és ha lehet, kesztyűt is. Vészeljük át okosan ezeket a kisé vészterhes időket, és ússzuk meg szépen. Kicsit fegyelmezetten, és kicsit optimistán. Ezt kívánom nektek is magunknak. Köszönöm, hogy itt voltatok. Holnap este 11 órakor újra jelentkezem a 4. fejezettel Hrabától. Jó éjszakát!